Sziasztok! Köszöntelek benneteket hulladék nélküli otthonunkban. Ezúttal a kertünkbe invitállak. Van egy régi boros hordónk, amit eredetileg esővízgyűjtésre szántam. Egyik hétvégén azonban meggondoltam magam, és inkább magaságyást készítettem belőle. A magaságyás olyan, mint egy komposztáló. Különböző szerves anyagokkal rétegesen kell feltölteni. Legalúra kerüljenek a nehezebben lebomló anyagok, majd ahogy haladunk fölfelé a magaságyásban, úgy rétegezve az egyre gyorsabban korhadó anyagokat tegyük. Kertünkben a fákról lehullott vékonyabb faágakra szalmát rétegeztem. Egyébként ezzel a szalmával béleltem ki a hordó belsejét is. A hordó magaságyásom kap egy réteg komposztot is a kerti komposztálóból. A régi virágföld is helyet kap a hordóban. Az utolsó réteg pedig egy adag friss virágföld lett. Ebbe a kicsi magaságyásba karalábépalántákat és egy pár egynyári szép sárga virágot ültettem.
A legvégén pedig talajtakaróként ismét szalmát használtam. Ennyi volt az eheti videó, köszönöm, hogy velem tartottatok és megnéztétek. Nagyon kíváncsi vagyok a ti tapasztalataitokra is. Ti készítettetek már magaságyást? Meséljetek róla a videó alatt, vagy mutassátok meg Instagramon vagy a Facebookon. Ha pedig tetszett a videó, akkor megköszönöm, ha ezt egy lájkkal tudatjátok velem. Legyen szép hetetek, pontosan egy hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok!